A születésnapos Kétyi kórus tagjai szeretettel emlékeznek azokra, akik ma már nincsenek közöttük, ám még ismerői voltak az autentikus bukovinai énekeknek, és szívesen adták azt tovább a mai kórust alkotóknak, akik vigyázzák ezt a hagyományt. Bár a 70-es években már működött Kétyi székelykör, mégsem tudott életképes maradni. Majd a 90-es évek végén érezték a helyiek újra szükségét annak, hogy közösséget formáljanak. Ma ünnepeljük a 25. évfordulónkat, és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének a tagjai vagyunk 2002-től, az meg 20 év. Aranypálva díjunk van, mellette nagyon sok kiemelt arany, kóta minősítésben is mindenhol a szinte legmagasabbakat kaptuk. Nagyon kevesen vagyunk, mert sajnos elhaltak, és a fiatalaink elmentek, tehát nincsen utánpótlás, és hiába próbálom, hogy összeszedni a faluba, gyönyörű szép ruhánkat varrattunk 3 éve pályázati úton, de sajnos nincsen fiatalitás. Egyszerűen nem jönnek, és nagyon kiöregettünk, úgyhogy gyakorlatilag 2-en vagyunk 5-en. Van 2 Bonyhádi és 1 Harci, aki bekapcsolódott a csoportba. Hajdú Józsefné az alapító tagok között volt. Azt meséli, számára az ének az életet jelenti. Olyan ének nincs, amit legalább 1-2 verszakot nem tudtam, vagy daloma nem volt ismerős. Csak már sajnos 80-ban vagyok, úgyhogy azért már mindig szerettem, mindenféle műfajt szeretek, de hát az a székely kasárversek, ez az én életem. Voltam boldog, voltam nehéz körülmények között, volt bánatom, de valahogy az ének mindig eligazította az életbe. A jó Isten meg a ének szeretete. És szeretném most is továbbadni bármelyik fiatalnak, csak volna rá kérés, de hát sajnos nincs. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke véleménye szerint nagyon fontos, hogy olyan tiszta forrásból származó értékeket mutassanak meg a különböző csoportok, melyben az utódok is meglátják a szépséget. De úgy gondolom, hogy itt különösen 2-en nagyon fontos, hogy erősítse a csoportot, hiszen nem olyan nagy közösségről van szó. Sajnos ugye fogynak, de máshol is elmondható, hogy idősebbek ugye kiöregszenek, már elmennek. De úgy gondolom, hogy és bízunk benne, hogy a fiataloknak átadjuk ezt, és átkerül majd ezeket az értékek, de csak akkor, hogyha látnak benne szépséget. És ezért nagyon fontos az, hogy ezek akár tánc, akár énekről lévén szó, hogy mindig olyan értékeket közvetítsünk és adjunk át, ami tényleg méltó arra, hogy továbbadják a fiatalok. És hát ugye nem beszélve arról, hogy ezek az értékek meg maradandóak, maradnak így, ha egy közösség összefogva, közösen, különösen itt 2-i csoport, hiszen itt 5 közösség tulajdonképpen verbúválódott, és ez viszont a másik jó dolog benne, hogy egymást erősítik, ugyanakkor megvan az önállóságuk, hogy külön-külön be tudnak mutatkozni, és hát bízom benne, hogy a falu közössége is pozitívan áll hozzá, hiszen minden civil szervezet, és különösen a értéket közvetít, az mintaértékű, főleg a mai világban különösen. Gödrei Zoltán két polgármestere arról mesélt, a kódus nemzetközi kapcsolatai révén számos vendéget fogadott már a település. Rengeteg olyan kultúrát, a székelységnek olyan csoportjait ismerjük meg, akik Bukovinából származnak, akikkel soha nem találkoztunk, és akiknek a kultúráját lehet, hogy még sosem hallottuk, és itt 2-en ebbe a kis faluba ebbe elő tudják adni, és minket mindig elkápráztatnak vele. De minden évben van a kórusunk, részt vesz a megnyitókon, és vasárnap mindig a szomszédolás kitekintés keretében vendégcsoportot látunk vendégségbe. Ugyanilyen szép formában, mint ahogy most van, és mi ezt nagyon szeretnénk. Mi is voltunk már Aldunán, Kompulunkba, Jasztrovéba, Lengyelországba, és próbáljuk azokat a csoportokat visszahívni, akik minket is vendégül láttak, és nagyon jól éreztük magunkat. 2-en több civil szervezet működik, akik közösen szerveznek meg minden fontosabb eseményt. Így történt ez a székely énekkar jubileumán is.